Ilyenkor sok gyerek kap ajándékba élő kisnyulat, csak hogy az ünnepek után is gondozni kell, ráadásul közben meg is nő. Így történt ez a mi családunkban is. A felelős állattartásra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Enni adunk neki, takarítjuk a ketlecét. Ilyenkor sok gyerek kap ajándékba élő kisnyulat, csak hogy az ünnepek után is gondozni kell, ráadásul közben meg is nő. Ezért amikor a tartásuk teherré válik, van, aki egyszerűen utcára teszi a megunt nyulat, csak hogy ez bűncselekmény, mert az a legtöbb esetben elpusztul. Szakemberek ezért azt javasolják, inkább fogadjanak örökbe jelképesen állatkerti nyulat a családok. Körülbelül 2 évvel ezelőtt az egyik családtagunktól kapott a kislányunk egy fiú és egy lánynyuszit, mondja televíziónknak munkatársunk Brehó Mónika. Körülbelül 2 évvel ezelőtt az egyik családtagunktól kapott a kislányunk egy fiú és egy lánynyuszit, ugyanígy a húsvét ünnepkör közeledett, és nagyon örült neki, nyilván az is emelte akkoriban az ünnepnek a fényét. Ahogyan elmúlt a húsvét, természetesen a nyulak velünk maradtak, teltek múltak a hetek, a hónapok, és ahogyan említettem, ez egy fiú és egy lányul volt, tehát nyilván lettek kisnyuszik az idő elmúltával, és mára már 2 év múltán olyan nagyra nőtt az állomány, hogy olyan 25-30 nyul boldog tulajdonosai vagyunk. Ezek egyébként teljesen rendhagyó módon normális házi nyulak. Annyi, hogy az idő teltével izlandi vöröset is szerzett be a párom, ő, aki gyermekkorában nyulászott, tehát a nyulak gondozásában az oroszlán részt, az oroszlán szerepet ő vállalja, hiszen azért van velük feladat, meg olyan dolgokra is oda kell figyelni, hogyha például közeledik a nyár, milyen oltást kell kapni a nyuszinak, ugye itt nyilván arra gondolok, hogy ahogyan a szúnyogok ideje eljön, mennyire károsak a nyulakra, viszont vannak olyan oltások, amelyekkel kiváltható ez, és természetesen ez is szerepe a gondozásuknak. A kislányunk nagyon örül neki, hogy a családunk része, mi őket megtartásra szánjuk, tehát sohasem volt az a cél, hogy esetleg levágjuk őket, hanem ténylegesen a család részei. Én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog ez, mert a gyerekeknek, akinek van bármiféle házi állata, legyen nyúlról, kutyáról, macskáról szó, egyfajta feladat, tudatot, feladattartást, kötelesség tudatot ad nekik, és ezáltal csomó olyan dolgot el tudnak sajátítani, amit hogyha nincs házi állat, akkor nem. Tudunk a forgács alá még szalmát rakni, ami akkor segít, amikor ugye tisztítjuk a nyulaknak a kis ketrecüket. Ahogyan nőtt a nyúl állomány száma, úgy a szűkebb, tágabb családi és baráti környezetünkbe is szoktunk természetesen szigorúan továbbtartásra elajándékozni nyulakat. Aki szeretné, eljöhet hozzánk, a kislányával, kisfiával megnézheti, kiválaszthatja magának. Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy mindenképpen továbbtartásra vigyék el tőlünk a nyulakat, és olyan hasznos kompetenciákat sajátítsanak el a gyerekek, amelyeket az előbb már említettem. Olyan, mint egy kis babában iszika. Mi tényleg fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak húsvétkor legyen a nyúl a család része, hanem a húsvét elmúltával is gondozzák, odafigyeljenek ezekre az állatokra, és tényleg továbbtartás céljából szereznék be ilyenkor az ünnep előtt. Úgy gondoljuk, hogy a tápon kívül mindenféle konyhai zöldséggyümölcs maradékok, hogy így mondjuk almahéja, zöldséghéjakat lehet nekik adni, hiszen ettől csak egészségesebbek lesznek, illetőleg nyár elején a szúnyog elleni védelmet adó oltásokkal is lehet őket, az ő egészségüket támogatni, illetőleg, hogy a ketrecük mindig tiszta legyen, szénával, szalmával ki lehet bélelni. Az alatt a másfél évtized alatt, amíg a húsvét utáni befogadás működött, az állattartás felelősségével kapcsolatos felvilágosító munka odáig jutott, hogy egyre kevesebben kerültek önhibájukon kívül olyan helyzetbe, hogy egy idő után nem tudtak a húsvétkor beszerzett nyúlról gondoskodni.